Sziasztok! Az Unboxing and More ezen adása nem kifejezetten, mint eddig, Wi-Fi access pointokkal fog foglalkozni, hanem azok megtáplálásával. Pontosabban egy új gyártót mutatok be nektek, ami professzionális és ipari PoE megoldásokkal büszkélkedhet. Ez a termék hamarosan felüti a fejét a access point kínálatában, és annyiban azért kapcsolódik ez a rész is a Wi-Fi-hez, hogy ezekkel az eszközökkel kültéri Wi-Fi lefedő hálózatokat, mint például Wi-Fi for EU hálózatokat tökéletesen meg lehet táplálni nagy megbízhatóság mellett. Kezdjünk is bele! Először a nagyobbik terméket szeretném nektek megmutatni. Ez egy kültéri IP67-es védettséggel ellátott, különböző ipari szabványoknak megfelelő PoE switch, ami tetszetős alumínium borítással érkezik. Azonnal megjegyezhető, hogy a hűtőborda elől kapott helyet, van neki külön kialakítása a földelésnek, hogy rendesen be tudjuk kötni. Ehhez egyébként tartozik egy konzol, amit meg lehet hozzárendelni, amivel oszlopra lehet illeszteni. És akkor látható, hogy ez a modell, amit a kezemben tartok, ez 220-as bemenettel büszkélkedhet. Tehát konkrétan a villanyoszlopon elérhető 230 volt, bocsánat, 230. A villanyoszlopon elérhető 230 volttal betáplálható a PoE switchünk. És van neki még egy olyan portja, amivel kezdeném is a sort, legalábbis a switch portok sorát, amire az van írva, hogy PoE-in, LAN, SFP. Ez ugye együtt így elég furánhat, de igazából ez azért van így felírva, mert ennek több változata van. Van olyan, ami az uplinket SFP porton keresztül kaphatja meg. Ez ugye akkor ideális, hogyha 100 méteren túlról, vagy messzebbről érkezik az uplinkünk. Akkor egy SFP, egy megfelelő SFP modul illesztésével megkaphatja a gigás uplinket a switchünk. A LAN az azért van feltüntetve, mert van ebből olyan változat, amiben nem SFP port van, hanem egy RJ45-ös PoE-in képes LAN port van, és ugye azért van a PoE-in is megtáplál, vagy bejelölve, mert ugye ez PoE-ines. Azon kívül van három PoE port, PoE 1, 2, 3, ezek standard 802.3 AF per AT kimenetet tudnak produkálni minden egyes darabon. Lássuk, mi van még a dobozban. Egyrészt, nagyon előrelátó módon kapunk tömszelencéket, méghozzá hármat ehhez a modellhez. Az egyik, az egy olyan tömszelence, amivel a eszköz 220-as betáplálását tudjuk vízmentesen megvalósítani. Ugye a fázis a föld és a nulla megfelelő helyekre való bekötése után vízzárás valósulhat meg tulajdonképpen. Azon kívül kapunk egy fémből készült, nem mondom a szabványát, vagy nem, mert az nincs rajta feltüntetve. Mégis ez egy szabványos fém tömszelence, ami ugye pont olyan, mint ezek. Ugye ez arra szolgál, hogyha olyan SFP modult használnánk, amihez nem kell a hosszabbító, amit szerencsére mellékeltek, ki is bontom. Inkább áttérek erre. Ez a úgynevezett tömszelence hosszabbító arra alkalmas, hogyha itt ugye elhelyezzük a megfelelő portban az SFP modulunkat, akkor ugye az kilóg ebből az eszközből. Pillanat. Az, aki látott már ilyet, az tudja, hogy az egy kicsit kilóg innen, és akkor arra még az optikai patchnek az illesztése, az még további, hát legalább idáig kilóg az egész kötés, és ezért adnak hozzá egy olyan tömszelence hosszabbítót megfelelő gumizárással,
amit hogyha ugye ráhelyezünk, akkor tökéletes vízzárás valósul meg, és ezek után alkalmunk van a végső tömszelence beillesztésére, ezáltal megvalósulhat a megfelelő installáció, SFP port uplink esetén is. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mégis mi hívta életre ezt a terméket, és miért is keltette fel annyira az érdeklődésünket itt az Access Pointnál, hogy belevágjunk a forgalmazásába. Ugyanúgy, mint minden más hálózati szakember, ahogy jár kell a nagyvilágban, látjuk az installációkat az utcán. És néhány ábra, mellékelt ábra mutatja, hogy hogyan oldják meg tulajdonképpen azt a feladatot a mai installációknál Magyarországon, amit ez az eszköz hivatott egy sokkal letisztultabb, kulturáltabb és kisebb footprinttel megoldani. A helyzet ugye az, hogy jellemzően a kültéri kamerákhoz, kültéri access pointokhoz, ugye egy nagy kötődobozt elhelyeznek az oszlopon, a kötődobozba elhelyeznek egy ipari switchet, megoldják benne a 220-as átalakítást ugye 48 voltra, vagy eleve a 220-as switchet táplálják be vele, tehát hogy ott valamiféle táp megoldást és switch megoldást hoznak létre, ami jellemzően egy elég nagy dobozt eredményez fenn az oszlopon, és ezáltal a városkép tulajdonképpen sérül egyrészt, másrészt meg azt a dobozt a sok alkatrészével összeszerelni, üzemben tartani, sok meghibásodási lehetőségével együtt ez megnehezíti tulajdonképpen. Azt a meglévő problémát, amit az előbb említett dobozok összeszerelése, installálása és a bennük található különböző alkatrészeknek a meghibásodási lehetősége okoz, az tökéletesen alkalmas kiváltani ez az eszköz, mert ez egy ilyen all-in-one, ready to use, ready to deploy megoldás, amivel tulajdonképpen kiválthatjuk ezt a nagy dobozt a installációk során, és egy sokkal letisztultabb telepítést hajthatunk végre vele. Valamint kevesebb ugye a munkaerőigény is, ami manapság nem mellékes. Úgy van lehetőségünk ilyen kültéri wifi hálózatokat, vagy pedig kamerarendszereket telepíteni a Procet megoldásaival, hogy kezdjük mondjuk a kamerás példával. A kamerás példánál ugye sok helyen létfontosságú, hogy szünetmentesített megoldáshoz nyúljunk. Na most ebben ugye nincsen akkumulátor, nem is férne el benne, másrészt meg a kültéren elhelyezett akkumulátorokkal eleve vannak problémák, ugye a hőtűrésük az nem feltétlenül olyan, amit az kibír egy oszlopon télen-nyáron Magyarországon hosszú távon. Ebből adódóan ugye azt lehet tulajdonképpen előrevetíteni, hogy kell, amennyiben van szükség szünetmentesítésre, akkor azt egy alszekrényben létrehozhatjuk. Ott 48 volton megoldhatjuk a szünetmentesítést, erre is vannak egyébként termékeink a Delta kínálatából, meg egyéb Minvel megoldások is elérhetőek, ez szerintem kb. Mindenki ismeri, aki telepít ilyeneket. De a lényeg az, hogy ha ezt megoldottuk, ezt az egy helyen történő szünetmentesítést, akkor onnan 100 méteres távolságon belül elhelyezhetünk ilyen tulajdonképpen kültéri power switcheket, és ezek újabb 100 méteres távolságig képesek arra, hogy 802.3 AT vagy AF szabvány szerint betápláljanak egy kamerát. Ergo a szünetmentesítéstől számolva 200 méteren belül, ugye a PoE-ines megoldásról beszélek ez esetben, nem az SFP-inesről, a SFP uplinkesről, a 200 méteren belül szünetmentesített kamerákat tudunk elhelyezni, úgyhogy ugye közbeiktatjuk ezt 100 méterenként a PoE switchünket. Wi-Fi-s hálózat telepítéseknél ez jóval egyszerű, mert ott jellemzően nincs szükség szünetmentesítésre. Ott azért is hoztam most az SFP modulost, mert ott viszonylag nagyon nagy
mozgásterünk van abban, hogy az uplinkünk az milyen távolságra érkezhet, ugye ez megfelelő optikai kábel és SFP modulok választásával sok kilométer is lehet, akár a pár száz métertől, és ott tulajdonképpen a meglévő, a helyben lévő 230-as betáplálással megvalósíthatjuk tulajdonképpen a hálózatunkat. Visszatérve a poéra, amennyiben poéval kívánjuk betáplálni, akkor azt kell tudni, hogy 95 wattos úgynevezett ultra poét fogad ez a kültéri switch abban a kiszerelésben, ami poéines, és azokhoz szintén ipari poé feladók érhetőek el a gyártó kínálatában. Ez csak egy tesztdarab, ez pont nem az a változat, ami erre képes, de azért megmutatom, hogy hogyan néznek ki ezek. És egy egyszerű ipari csomagolással találjuk szembe magunkat, és az a szóban forgó modell, ami itt a kezemben van, az pont egy média konverterrel egybeépített PoE feladó, amit ugye a felső Phoenix Contact tápcsatlakozón keresztül egyébként dual táppal is akár meg tudunk táplálni, szintén földelés, dinsines rögzítési lehetőség. Most ennek is rengeteg permutációja van ennek a ipari PoE feladónak. Van olyan ugye, ami értelemszerűen nem médiakonverteres, csak sima egyszerű injektor, PoE injektorként funkcionál, tehát LAN inje van és LAN plusz PoE útja. Ezekből van AT-s, AF-es, BT-s, ergo 90 wattos, 3060-90 wattos standard szerinti, és van, azt hiszem a legnagyobb talán 100 watt fölé is megy, na ez az az igazi ultra PoE, amivel be lehet táplálni egy ilyen PoE switchet is akár. Ebből van olyan változat, ami szintén közvetlenül 220-at fogad, két eszközt tud megtáplálni PoE-innel, van ugyanúgy dupla média konverteres változat, tehát rengeteg permutációban elérhető a termék, pont az igényeknek megfelelően. Sőt, a betáplálás szerint még olyat is választhatunk, ez a jelen modell itt a kezemben, ez konkrétan 12-től 48 voltig fogad, tehát ott, ahol 24 voltunk van, ott is tudunk egy 48 voltost eszközt betáplálni vele, mert van benne egy DC-DC konverter. De van olyan, ami 44-től 57 voltig fogad, ugye ez a telkó szabvány, és ugyanis standard poékat ad ki, 30-60-90 watton. És akkor beszéljünk egy kicsit az egyéb specifikációkról, amik iparivá teszik ezt a termékcsaládot. Egyrészt rengeteg minősítéssel rendelkeznek a Procept termékei. Itt a szóban forgó kültéri PoE például IEC 60068-as vibration, tehát rázkódás elleni, impact, tehát becsapódás elleni, és free fall, vagyis szabadesés elleni védelemmel el van látva. Ezen kívül ötféle EMS védelemmel rendelkezik, ezek ESD 6 kV-ig, tehát villámvédett 6 kV-ig, nem mondom el az összeset, csak szabvány szerint RS, EFT Surge és CS védelemmel rendelkezik, tehát túlfeszültség, túláram, tulajdonképpen minden ellen védettek leszünk, hogyha ezekkel az eszközökkel szerelünk, igazi ipari switchnek tekinthető. Amit még lehet tudni, hogy ez nem managed switch benne, hanem egy sima, egyszerű buta switch. Tehát ha menedzselni szeretnénk az eszközeinket, igazániból ezt nem fogjuk tudni, csak a túl végen lévő access pointot, avagy kamerát. Ezt azért fontos megjegyeznem. Méreteit tekintve, bocsánat a telefonos segítség kérésért, 24 centi szer 15 centi szer 6,5 centi magas. Tehát itt tudunk visszautalni arra, hogy az az óriási doboz az ezentúl nem lesz szükséges, amennyiben ehhez a megoldáshoz nyúlunk, és igazán megbízható kültéri PoE megtáplált hálózatokat tudunk létrehozni a segítségével. Köszönöm figyelmeteket, remélem tudtam nektek olyat mutatni, amivel egy kis szint hoztam az adásba, és remélem, hogy kipróbáljátok a termékeket hamarosan. Amennyiben bármi információra, teszteszközre, vagy csak
segítségnyújtásra van szükség az eszközökkel kapcsolatban, akkor keressétek az access pointos kapcsolattartótokat. Ha nincs ilyen kijelölt, akkor csak csörögetek be a központi számunkra, vagy írjatok az info@accesspoint.hu-ra. Köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben az adásban is. Egy hónap múlva találkozunk. Addig is, ha nem tettétek volna eddig, iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjatok csengő ikonokat, és várjátok, hogy megkapjátok az értesítést az újabb videóanyagról. Sziasztok!